A Sony hamar összedobta a 2 évvel ezelőtt nagy sikert aratott Jumanji Vár a dzsungel folytatását, ami az előző filmmel ellentétben már egy tipikus folytatás lett, kisebb ötletekkel. De lássuk, mekkora sikerrel. Habár a 2017. decemberében bemutatott Vár a dzsungel nem tudta maradéktalanul kiaknázni a lehetőségeit, az elvitathatatlan tőle, hogy remekül értelmezte újra az első 1995-ös Jumanjit. Arra viszont kevesek számítottak, hogy a film a Sony történetének egyik legnagyobb sikere lesz, ráadásul a vele párhuzamosan futó Az utolsó Jedi árnyékában közel 1 milliárd dollárt fialva a stúdiónak. A siker fényében az már csöppet sem meglepő, hogy a Sony septiben neki is állt a folytatásnak, amely 2 évvel később egy újabb Star Wars bemutató szomszédságában érkezik meg a mozikba. És hát sajnos az sem túl meglepő, hogy az új film már közel sem olyan kreatív ötletei tekintetében, mint amilyen az előző volt. De azért így is van pár trükkje. Ezek közül a legnagyobb az, hogy új szereplőket tesz a beszippantott játékosok és a betölthető avatárok közé egyaránt, mi több ezúttal az előző film hősei javarész nem ugyanazoknak a karaktereknek a bőrébe bújnak, ami a figuráknak és az őket eljátszó színészeknek is hoz némi újdonságot. Meg persze nekünk nézőknek is. Melyek is fürgelettem? A kaland akkor veszi kezdetét, amikor az ihletet kereső Spencer meggondolatlanul visszatér a játékba, barátai pedig utána indulnak, hogy kimenekítsék onnan. Igen, ám, de a játék ezúttal Spencer nagyapját és annak öreg cimboráját is beszippantja, akiknek aztán végképp lövésük sincs arról, hogy működik egy videójáték. És gondolhatjátok, hogy ebből a poénból ugyanúgy egész estés lesz, mint ahogy abból is, hogy az új játékosok arra csodálkoznak rá, hogy mi mindenre képesek karaktereik bőrében, a régiek meg arra, hogy milyen érzés egy új karakter bőrébe bújni, no meg mennyi kínnal jár az öregeket terelgetni. Ugyanaz alkotók ügyelnek arra, hogy a film csak egészséges mértékben legyen önismétlő, a generációs poénok egy idő után kicsit fárasztóvá válnak, amit aztán úgy dobnak fel, hogy a játékosok rájönnek, hogy tudnak karaktert változtatni, amivel aztán serényen élnek is. A választható figurák közül az Aquafina által megtestesített besurranó tolvaj a hálásabb, a másik, nos ő egy ló, ami aztán egészen szürreális irányba sodorja el ezt az egész szerepjátszósdit. Ezzel párhuzamosan a szereplőknek a Jumanji játék univerzumának kihívásait is le kell gyűrniük, ami az előző részhez hasonlóan ezúttal is tárgyak megszerzésére és vadcsordák rohamozásának túlélésére korlátozódik, szóval bátran kijelentetjük, hogy ha a Jumanji egy valódi videójáték lenne, akkor nem lenne túl izgalmas. Az viszont egyértelmű, hogy a Sony ezúttal jóval nagyobb költségvetés szavazott meg a filmnek, melynek látványvilága ugyan most sem fog lemászni a vászonról, de jóval grandiózusabb, mint amilyen a Vár a dzsungelé volt. Szintén nagyot dob az összképen, hogy a stáb sok esetben eredeti helyszíneken dolgozott, amitől az amúgy túl sok újdonságot nem hozó kalandok is élhetőbbek lesznek. Ugyanez már nem mondható el a karakterekről, melyeknek kis drámái nem hozzák közelebb őket, poénjaik pedig gyakorta korlátozódnak fizikai teljesítő képességükre, de legalább az altesti humorizálást visszafognák az előző részhez képest. Ugyanakkor mindenképp pozitívum, hogy a következő szint már jóval erősebben ráfekszik annak kiaknázására, hogy a Jumanji tulajdonképpen egy videójáték, és mint olyan vannak szabályai, de azért játékmechanikai utalásokkal teli, szigorú megközelítést ne várjatok. Mégiscsak egy tömegek számára készült filmről van szó. Ebből a szempontból viszont jól teljesít a következő szint. Egy nagyszabású, de szimpla történetvezetésének hála könnyen legyűrhető kalandot kínál közérthető poénok, egyszerű karakterrajzok kíséretében, amire az előző rész rajongói biztosan nagy étvágyjal vetik majd rá magukat. A Sony meg már el is kezdhet gondolkodni a következő szinten. A következő szint már közel sem hoz olyan forradalmi újításokat a Jumanji franchise-ba, mint a Vár a dzsungel, viszont apróbb ötleteivel, új karaktereivel mégis sikerül valamelyest feldobni azt. Csodát azért ne várjatok, ez csak egy könnyed családi kalandfilm Boomfordi karakterekkel, és nem túl szofisztikált, de szellemes poénokkal.